Első vendégem pedig Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter. Jó estét kívánok! Estét kívánok! Az élő adás varázsa, nézőktől elnézést kérek, de sikerült kiborítanom egy teljes pohár vizet ide az asztal, úgyhogy a pohár, vagy a papírokat egy kicsit feljebb emelem. Szóval azt mondta bizottsági meghallgatásán, hogy 2019 és 2020 elején kezdődhet meg az új paksi erőmű építése. Én azt kérdezem, hogy biztos, hogy megépül ez a két bizonyos új blokk? Meg kell, hogy épüljön, mert ma is, ha bárki megnézne a Mavir honlapján, hogy milyen a Magyarország energiahelyzete, mennyit importálunk, az alapján egyértelműen nincs más megoldás, mint építeni kell két új blokkot, hisz az egyik blokk nem fedezné átlag importnak a mennyiségét, körülbelül 30% körül importálunk, és a másik blokknak a fele is még szükséges ahhoz, hogy ezt tudjuk, de tegnap is, ma is 50% körüli importtal megyünk. Mikor a bizottsági meghallgatáson voltam, akkor meglepetéssel vették tudomásra a bizottsági tagok, hogy akkor körülbelül pont egy 52%-os importtal tudott Magyarország üzemelni. Tehát nincs más, mint hogy meg kell építeni ezt a két blokkot. Is kérdezem, mert ezen a bizonyos bizottsági meghallgatáson egyes beszámolók szerint még ön is azt nyilatkozta, hogy még ma sem biztos egyáltalán, hogy megépítjük ezeket a blokkokat. Mi múlik? Tudja, ez attól függ, hogy ki idézett engem, mert ilyet pontosan én nem mondtam. Ezt tudom, most hogy a hvg.hu oldalon olvastam. Tehát nem így fogalmaztam. Úgy fogalmaztam, hogy egy hosszú folyamat eredménye, mire meg tud épülni Paks, ugye 2009-ben megkaptuk a parlamenttől az elvi hozzájárulást, és ez azt jelenti, hogy utána az elvi hozzájárulás alapján meg kell szerezni mindazokat az engedélyeket, ami alapján megépíthet az erőmű. Ebből négy nagyobb engedélyünk van, ugye a legfontosabb a környezetvédelmi és a telephelyi engedély, ezek jogerősek, fontos a vízjogi, és fontos egy előzetes hálózatra csatlakozási engedély. Már 300 kisebb engedélyünk van, de az idei év nagy engedélyezése, ami jövő évre is áthúzódik, ez pont a létesítési engedélykérelem, ami egy fontos elem annak, hogy tulajdonképpen a főépület építési munkáit el fogjuk tudni kezdeni, amikor ez az engedélyünk rendelkezésre áll. De mindenki azon dolgozik, hogy ezt megkapjuk, tehát itt nem véletlenszerű, hogy megkapjuk, hanem addig dolgozunk, még meg nem kapjuk ezt az engedélyt. Nem tudom, hogy pontosan hány hónap csúszásban vannak, van, ahol 22 hónapot is lehet olvasni, de az minden esetre tény, hogy a szerződést már több mint 4 éve megkötötték, ugye 2014. Igen. januárjában, és azóta igazán egy kis túlzással, egy kapavágással sem történt. Mi az oka ennek a bizonyos csúszásnak? Pont ennek a hosszú előkészítés az egyik oka, hogy addig még engedélyünk nincs, addig nem lett. De ezzel nem lehetett előre számolni? Csúszás egyébként nincs, hogy ez is egy félrefogalmazás, hogy a brüsszeli bizottság a folyamatot megállította 16 hónapra, ezzel a 16 hónap alatt nem lehetett érdemi munkát végezni, kifizetési tevékenysége járult szintén, és a brüsszeli bizottság kimondta azt is, hogy ahhoz, hogy az európai normáknak megfelelő versenyeztetésre kerüljön sor, ez egy 6 hónapos többletigényt jelent, így akkor ez a korrekció lett a szerződésbe beleépítve, és hogy az a 16 hónap az behozhatatlan, mert akkor nem lehetett érdemi se az orosz fél nem végzett munkát, se más alvállalkozó, hiszen nem lehet kifizetni a munkának a bérét, akkor nem dolgozik. Azt tudjuk, hogy aztán a bizottság végül rábólintott erre a bizonyos bővítésre. Ennek a hátterében volt bármiféle paktum esetleg, vagy valami megállapodás, vagy valami kompromisszum? Nincs, hanem világosan látta azokat a feltételeket, amit Magyarország bemutatott, és vállalt, hogy azok rendben vannak, teljesíthető. Itt a megtérülési számításoktól, a versenyeztetéssel való kapcsolatos állásfoglalásig mind a 5 témában a brüsszeli bizottság Magyarországnak adott igazat, és egyértelműen hogy átlátható módon, fixáron, tehát olyan körülmények közt fogja a magyar állam ezt a beruházást lebonyolítani,
hogy az a brüsszeli bizottságnak is minden szempontból megfelelt. Azért is kérdeztem, mert arról is lehetett olvasni, hogy az első beruházással kapcsolatos komoly tendert, ami ugye a turbinákkal kapcsolatos, azt végül is a General Electric és a francia Alstom konzorcium nyert. Ez 250 milliárd forint értékű tenderről van szó, és hogy az orosz Silovie Machine-t kizárták ebből a tenderből. Ennek mi az oka? Miért kerültek ki az oroszok, és vajon mennyire örülnek neki idézőjelben? Ugye van egy nyilván nem az a cél, hogy ők örüljenek, vagy ne örüljenek. Ugye amikor a szerződés elkészült, annak van egy komoly műszaki melléklete. A műszaki mellékletbe vállalt, és az orosz fél által vállalt turbinának nem tudott megfelelni. Az orosz fél által gyártott turbina, ezért nem tudott a versenyben részt venni, ezért került ő kizárásra. És az Alstom és a G-nek a turbina generátor egysége, úgynevezett turbina sziget, az nyert, de ugye ebbe az az érdekesség, tehát a magyarországi G keresztül nyerte meg ezt a versenyt a cég, tehát itt mindig fölmerül az is, hogy ki számít magyar vállalkozó, ki számít, mint magyar beszállítónak. Hát igen, hát ezzel ez a kérdés is, igen, hogy a 40%-os értékhatárt szeretnénk elérni magyar beszállítása. És ugye ez is mindig vita tárgya, de nincs olyan tiszta vállalkozás Magyarországon, ami inkább a KKV-szektorban van, ami teljesen tiszta, a nagyvállalkozások az vegyes tulajdon, de ugye az magyar cég, aki neki telephelye Magyarországon van, ide fizet adót, magyar munkavállalókat foglalkoztat, tehát ebből a szempontból a G-nek ez a magyarországi lányvállalata, ez magyar vállalkozásnak minősül. Uh-huh. Jó, ugye ahogy mondta, 2019 végén vagy 2020 elején kezdődhet el az építkezés, az építés. Milyen lesz ez a két új reaktor? Mennyire lesz biztonságos, mennyire lesz korszerű? Ugye ez egy úgynevezett harmadik generációs pluszos, ez azt jelenti, hogy ugye három pluszos, ez azt jelenti, hogy plusz védelmi rendszerekkel ellátott blokk, és még azt is hozzá kell tenni, hogy a fukushimai tapasztalatok azok mind lelettek ellenőrizve, beépítésre kerültek. Tehát eznek a blokknak a biztonságára annyit kell tudni, hogy a követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy a telepelyen kívüli hatása semmilyen üzemzavaró szituációban nem lehet. Tehát semmilyen intézkedést a telepelyen kívül, Paksot határoló településen, hatos úton, ami Paks mellett megy, soha nem következhet olyan üzemzavar, ami intézkedést igényelne. Ez a legkomolyabb, tehát ha olyan üzemzavar, hogyha repülőgép ráz van a főépületre, az ellen is védett, hisz egy kettős kupola szerkezet veszi körbe, ez egy robusztus szerkezet. Ha belső üzemzavar van, akkor a külső kupola épségek biztosi garantálja, hogy nem kerül ki. Ha a külső behatás éri a blokkot, akkor a belső szerkezet áll ennek ellen. Tehát ez egy legmodernebb, legbiztonságosabb erőmű. Sok passzív biztonsági rendszerre, nem három biztonsági aktív rendszerre van, hanem négy. Dízelgenerátor gondoskodik az üzemzavari lehűtésről, hűtvetartásról, tehát azt lehet mondani, hogy ez a világ legmodernebb blokkjai között szereplő blokk. És mikor fognak ezek a világ legmodernebb atomerőművei, vagy blokkjai legalábbis termelni előrelátható? Arra számítunk, hogy akkor, amikor a 26-os, 27-es évre eljutunk, akkor ezek már kereskedelmi üzemre alkalmas állapotú blokkok. Tehát azt jelenti, hogy túl vannak minden próbán. Elvégeztük a garanciális méréseket, és akkor a magyar rendszerirányító terv szerint menetrend tartás üzembe tudja ezeket a blokkokat már a rendszer számára üzemeltetni. Tehát közben jöhet még bármi, ami esetleg ezt a 2026-os dátumot még tovább tolja? Ugye mindig közbe jöhet, tehát én most jós nem akarok lenni, hogy olyan nem jöhet közbe, persze, de mindenki azon dolgozik, hogy ne jöjjön közbe. Első rendű szempont a biztonság, tehát ha bármi olyan körülmény fölmerül, ami a biztonságba bármilyen negatív hatásra lenne a biztonságra, akkor értelemszerűen módosítani kell a építkezés menetén egyéb, ennek időigénye van, de azt mondjuk, hogy nem a
határidő szent, tehát a megtérülés szempontjából nagyon fontos, hogy ezek a blokkok mikor lépnek üzembe, de ezek 60 évre tervezett blokkok, ennél fontosabb, hogy biztonságosan, jó minőségben és hosszú garantált élettartamra legyenek megépítve. Lehet itt egyébként tényleg ilyen belátható időn belüli megtérülésről beszélni? Hát a brüsszeli bizottság is, hogy az egyik tárgykörbe kimondta, hogy ez megtérülő beruházás, ez 2,3% profitot fog a üzemidő éveire generálni a tulajdonos számára, tehát a számítások ezt jelentik. Ez ugye az kell, hogy a blokkot mi jó minőségbe, biztonságosan építsük meg, mert ez a számítás alapja az 1-4 blokkon elért teljesítmény kihasználási tényező is, ott is közel 90%-kal tudjuk a blokkokat üzemeltetni, itt is mi 90%-kal számoltuk ezt a megtérülést, és ezek a blokkok, mivel csak 18 hónaponként fognak leállni, ezért garantált, hogy ezt a 90%-os teljesítmény kihasználási tényezőt fogjuk tudni. Végezetül Atomexpo volt Szocsiban, Atomexpo 2018, ez nemrég ért véget tegnap talán. Milyen tapasztalatokkal jött haza? Ugye mi egy kicsit hamarabb jöttünk haza, mert kedden bizottsági meghallgatásra kellett, tehát ugye az atomipar minden meghatározó szereplője részt volt. Nekünk azért volt fontos kimenni, mert ilyenkor módunk van a Rosatom legfelsőbb szintű vezetőivel is találkozni, ott meg tudtuk erősíteni azt, amit most bevezetőben is mondtam, hogy mindenféleképp megépítjük a blokkot. Ezek a blokkok időjárástól függetlenül biztonságosan fogják a magyar hazai villamosenergia termelést biztosítani. Ezt a legolcsóbban fogja előállítani az ipar és a lakosság számára, és ebbe tulajdonképpen meg tudtunk egyezni, hogy amit eddig elvégeztünk munkát, az jó irány, illetve az, hogy az építési engedélyünk, létesítési engedélyt megkapjuk, az akkor még milyen szigorú lépéseket kell tennünk ebbe az évbe. Miniszter úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Viszontlátásra.